Ez nekem egy alapélményem ezzel az országgal, amikor Dráma OKTV-n voltam, akkor volt az, hogy én az utolsó fordulóban fotózni kellett, és akkor egy iskolában voltunk, és gondoltam, hogy én gyerekeket fogok fotózni. És akkor elkérdeztem, hogy csokolom, hogy a gyerekeket lefotózhatnám, és mondta a tanár, hogy esélye nincs, hát ez a szülői beleegyező nyilatkozat, nem tudom, de kérdezzem meg az igazgatót. Jó, megkérdeztem az igazgatót, mondta, hogy nem. Aztán mondták, hogy nem baj, kérdezzem meg a HR-es Marikát, akkor elmentem, megkerestem a HR-es Marikát, ő is azt mondta, hogy menjek a francba, és akkor nézem a többi embernek a versenymunkáját, és ott vannak lefotózva a gyerekek. Mondom, ez hogy a francba csinált? Miniszteri engedélyt kaptatok? Vagy minden igazgatóval, a HR-es Marikával mindenkivel beszéltem. És mondták, hogy ja, hát ők nem kérdezték meg. Ja. Ez egy ilyen alapélményem ez az országban, hogy én, aki próbálok jogtisztán eljárni, én vagyok a hülye általában. Igen. Ha nem kérdezel, nem fáj válasz. Kérdések nélkül nincsenek válaszok. Fú, tesó. Változás, de nem baj. Ja, változás. Felkészültél.